A mérkőzés előtt mindössze egy veresége volt a Kiskunfélegyházának, amelyhez betegségek, munkahelyi, valamint tanulmányi elfoglaltságok miatt mindössze 9 játékossal utaztak el a nyíregyháziak. Az első negyedet 3 ponttal nyerte a vendégcsapat, 20 perc játék után pedig már 13 ponttal vezetett Kovács Tibor együttese. Fordulás után tovább növelte előnyét a Sunshine Nyíkse, így a záró negyed már csak formalitás volt, végül 11 pontos győzelmet arattak Kósa Tamásék. Számítottunk arra, hogy egy megerősödött Kiskunfélegyház ellen játszunk. Ők 2 éve kerültek ismét vissza az NB2-es vérkeringésbe. Tavaly már próbáltak Kecskemétről, környező településekről játékosokkal erősíteni. Ez az idén pedig hatványozottan igaz. Van 2 szerb játékosuk, akik kimondottan jó teljesítmény nyújtottak, illetve van 6-7 olyan rutinos játékos, aki NB1B-ben is játszott már Kecskeméten, Bajában a régebbi időszakban. Tudtuk, hogy egy képzelt erőszakos csapat ellen kell játszanunk. Ami fontos volt a mi számunkra, hogy egy előző fordulóban elszenvedett sajnos vereség után kellett morálisan rendbe tenni a csapatot, a csapategységet, kohéziót jobban megerősítve, és én azt gondolom, és a mutatott játék is ez bizonyítja, hogy ez sikerült. Akár a győzelem tekintetében, de én többre veszem azt, hogy a csapat ahogy működött, ahogy akart, és természetesen a taktikai utasításokat betartva, ahogy játszott. A nyíregyháziak pénteken a Deac második csapatát fogadják a Bánki csarnokában. Ebben a mezőnyben, itt NB2-es szinten is van 5-6 csapat, akik kimondottan képzett jó csapatot alkotnak. Ez az ellenfél is ebbe a kategóriába tartozik. Hazai pályán is nagyon nehéz dolgunk lesz. Azt tudni kell, hogy a debreceni nevelésben minden játékosuk képzett játékos. Ebben a csapatban nagyon sok olyan kezű játékos van, aki 3 pontosról is veszélyes, tehát a külső-belső játékok is veszélyes. Nagyon nehéz mérkőzésre számítunk, de természetesen fontos lenne, hogy győzelemmel fejezzük be ezt az évet. Az NB2 keleti csoportjának élén a Deac Campus Fesztivál 2020 csapata áll, 6 győzelemmel és 1 vereséggel, megelőzze az 5-1-es mutatóval rendelkező Békés Csabát. A Kiskunfélegyháza, Sunshine Nyíkse és a Deac 2 egyaránt 5 győzelemmel és 2 vereséggel várja a folytatást.